Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Hévízi Televízió Helyben vagyunk című magazin műsorával, melyben térségünk eseményeiről számolunk be. Ha idejük engedi, tartsanak velünk! Immár 13. alkalommal állhattak rajthoz a halászléfőző csapatok Gyenesdiáson. Az Eszeges Keszeget Gyenesen elnevezésű fesztivál főszereplője idén is a balatoni keszeg volt. A kétnapos rendezvényen közel 1 tonna aranybarnára sült keszeg készült. Idén 13. alkalommal rendezte meg Gyenesdiás a Keszeg Fesztivált, melyen hosszú sorokban várakoztak a halsütők előtt a helyiek és a turisták egyaránt. Mindenki a közkedvelt balatoni halra volt kíváncsi, melynek elkészítése során az előkészületek rendkívül fontosak. Először is irdalással és besózás, és azután hűtőbe tettük, és utána, mint itt látszik, hogy nekiálltuk sütni. És ez nagy igénylés vesz igénybe, hogy az aranybarnára kell sütni. És úgy nagyon finom, ropogós kezeg lesz, és minél több irdalással, hogy annak a, hogy le lehessen húzni róla a szálkáról a halat. Már a fesztivál első napján a megnyitót megelőzően több mint 500 kg keszeg fogyott. Hú, nagyon finom. Nagyon jó. Jól meg van sülve, ropogós, ízletes, nagyon finom. Örömmel tudom azt mondani, hogy viszont mi dolgoztunk azon, hogy a balatoni hal, mint olyan a vendéglátósok asztalára visszakerüljön. A rendezvény fő támogatója a Balatoni Halgazdálkodási ZRT volt, mely oltalommal védett földrajzi árujelzést kapott a tógazdaságaiban nevelt pikkelyesekre. Ennek köszönhetően az éttermek és sütődék már a nyári szezonban is igazi balatoni halat tehetnek a vendégek asztalára. Balatoni keszeg a balatoni halaknak az egyik közhala, és a gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy a szegény halásznak volt az étele, eledele a régi időkben. Ettől függetlenül el lehet mondani, hogy az egyik legfinomabb balatoni halról van szó, és ha az kellően van irdalva, jól van sózva és remekül van sütve, hogy hátunk mögött is itt éppen csinálják, akkor az egyik legfinomabb balatoni halról van szó. Az egész térséget megszólító gasztronómiai program a település és a közösségek számára is rendkívül fontos, főleg a járvány lecsengését követően. Gyenesdiás ezért úgy döntött idén, úgynevezett vendégbarát vendéglátással kedveskedik a látogatóknak. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz volt a halhoz hozzájutni, az igazi balatoni halhoz, a keszeghez és természetesen a halászlé alapanyagokhoz is, de éppen ezt ellensúlyozva próbáltunk nyomott árakkal kínálatot biztosítani, hogy a friss balatoni keszeghez azért kedvező áron, olcsóbban tudjon hozzájutni a nagy közönség, meg tudja kóstolni ennyi év kihagyás után,
és tudja élvezni mindazt, ami 2019 előtt jellemezte ezt a közösséget. A vendéglátás módjával és az árakkal a helyieken kívül a turisták is rendkívüli módon meg voltak elégedve. Ma először ettem a Balatonnál halat, és meg kell mondanom, rendkívül íz lett. Amellett, hogy finom és kiváló minőségű, bevallom, szerintem nagyon olcsó is. Ilyen áron, ilyen kitűnő minőséget nálunk biztosan nem lehet kapni. Nagyon ízlik, minden nap meg tudnám enni. Az aranybarnára sült és sűrűn írdalt balatoni hal mellett a szintén balatoni alapanyagokból készült halászlé is közkedvelt volt, de a hagyományos halászléfőző versenyen készült ételeket is szívesen kóstolták, a bírálók mellett a vendégek is. 5 csapatunk indult, 4 halászléfőző és 1 harcsapaprikás főző. Az ugye eleve egy különlegesség, hogy akkor nem csak halászlé van, hanem van harcsapaprikás is, és kíváncsian várjuk az eredményeket. Azt megbeszéltük már itt a zsűritársammal, hogy nyilván kevésbé szakmai szemmel fogjuk nézni az ételeket, hiszen azért amatőr versenyzők vannak, viszont nagyon-nagyon bízunk benne, hogy mindegyik finom lesz. És nagyjából a balatoni ízvilágot szeretnénk visszaérezni a halászlékben. A csapatok közül a legtöbben évek óta vesznek részt a megmérettetésen. A keszthelyi kormoránok csapata idén 8. alkalommal képviseltette magát. A többnyire hivatásos horgászokból álló társaság ez alkalommal körös-tiszai halászlét készített. A passzírozott halászlét ez azt jelenti, hogy egy alaplét készítettünk 5 fajta halból, most 5 fajtából, attól függ, hogy milyen a horgász szerencse, úgy sikerül összerakni az alaplébe való halakat. Most ponty, keszeg, törpeharcsa, harcsa és csuka került az alaplébe. Szétfőztük, és utána leszűrésre került, és paprikával és sóval került ízesítésre, és ezek után pedig belekerültek a hal szeretek. A főzőversenyen különböző ínyenc halászlevek készültek. A jégerek csapatának tagja az összetevők közül a helyi alapanyagok jelentőségét emelte ki. Az alfája és omegája, és itt a halászlének is, ahogy említettem, a tiszta víz, a tiszta ízű friss hal, és a magyar földben megtermelt finom, jó minőségű őrölt paprika. Ez az alap, és minden egyes ételnél el lehet ezt mondani, bármilyen összetevőt használunk. Magyar földben megtermelt élelmiszerek szerintem a legjobbak. A halászléfőző társaságok a halászlé számos fajtáját vitték a zsűri elé, közben a Vonyarcvashegyi Zalai Balatonpart ifjúsági fúvószenekara ismerős dallamokkal szórakoztatta a nagy érdeműt. A 4-tagú bíráló bizottság nem volt könnyű helyzetben, erről Zámbó Tibor, a zsűri elnöke tájékoztatott. Minden halászlé elfogyott jelentem, tehát ez azt jelenti, hogy jó is volt. De nekünk mégis volt egy feladatunk, zsűrizni kellett. A bírálók a harcsapaprikás készítőit külön díjjal jutalmazták a különleges étel elkészítéséért, de a résztvevők mindegyikét díjazták. A jégerek megnyerték újra, mert úgy tudom, hogy tavaly is ők nyerték meg. Így a nyertes csapatnak járó Vándorfakanál nem cserélt gazdát az idén. Hát jöttünk, főztünk, győztünk, és átadom a kollégáimnak, barátaimnak a szót. Hát így most elsőre hirtelen nehéz mit mondani, hát próbáltunk odafigyelni a részletekre. Hát én úgy érzem, hogy teljes erőből bedobtuk, amit tudtunk, és próbálkozunk, de hát úgy érzem, hogy jól sikerült az egész. Igazából egyszerűen, tehát halásztevet főztünk, egy hibridet gyakorlatilag a dunai és a balatoni halászlék között, amit megbolintottunk egy kis halikrával töltött raviolival, ami gyakorlatilag egy egyedülálló dolog. Tehát ilyet még előttünk senki nem nagyon csinált. A díjátadót követően további koncertek és gyermekműsor is várta a közönséget, a szervezők pedig elárulták, hogy Jenesdiáson a Keszeg Fesztiválon kívül is számos rendezvényen megjelenik a halfogyasztás kultúrájának átalakulása és jelentősége, így a jövőben nem csak halászléfőzésre, de halas ételek készítésére is jelentkezhetnek majd a csapatok. Ugyancsak Jenesdiáson ikonfestőtábort szerveztek, melynek az utóbbi néhány évben a Kármelita Kolostor biztosít helyet.
a 12 éve hagyománynak számító rendezvényen az idén első alkalommal a hévízi pravoszláv közösség néhány tagja is csatlakozott az alkotókhoz, akiknek képeit péntek este tárlat keretében mutatják be a községházán. Az ikonfestészet a keleti kultúrkörből ered. A legrégibb ikonok, vagy más néven képmások a 6. századból valók, az elsőt Szent Lukács apostol festette. Az ikon egy szent képe vagy alakja, amit a kereszténység bizánci eredetű ágaiban vallásos tisztelet övez. Európában a görög katolikusok és ortodoxok vallják sajátjuknak az ikonok világát, így Magyarországon térségünkben sem volt igazán jellemző. Már régi óhajtása volt több embernek is, hogy de jó lenne, ha itt is lenne valami lehetőség megtanulni ezt a technikát, elmélyülni az ikonok festésébe. Ez volt az egyik része, hogy létrejött, és a Jóisten akaratából aztán megvalósult. A másik része pedig az, hogy Zolcsák Miklós atya végig telefonálta a Balaton környéki plébániákat, hogy itt van ő, egy görög katolikus atya, ikonfestő, szívesen szolgálna a szabadságra menő plébános helyet, és senki más nem mondott igent a Miklós atyának, mint a genesdiási plébános atya. Ő volt az, aki ezt az igent kimondta, és ebből az igenből alakult ki a mi táborunk. Azóta a debreceni görög katolikus ikonfestő atya mentorálja lelki és technikai értelemben is a csapatot. Adok egy mutatást az elején, és akkor mindenki a maga szintjén és a maga képességének fölön igyekszik. És mindig oda megyek, ahol esetleg elakadás van, vagy segítség, de arra vigyázok, hogy meghagyjam a szabadságát az ikonfestőnek, hogy ő szinte lehet mondani tüzelybe izzadja ki a formáknak a lefestését, a színvilágnak a kikeverését, és felhordását az árnyékolásra és a vonal vezetésére. Eleinte csak a plébánia hatásköréből érkeztek résztvevők, később a kármelita nővérek felajánlásából más szállást is tudtak biztosítani. Így az elmúlt évek alatt Belgiumból, Horvátországból és Németországból is megfordultak ikonfestők a genesdiási táborban. Idén első alkalommal a hévízi pravoszláv közösség 5 tagja is csatlakozott. Nálunk is vannak ikonfestők, csak sajnos messze vannak, Budapesten általában, és olyan nagy misékre jönnek. A leghíresebb nálunk a Puzánova Galács Tatjana, nagyon-nagyon mesteri ikonokat csinál. Mi attól nagyon messze vagyunk, ez ugye 10 éveken keresztül a gyakorlata. Először megmutatjuk az atyánknak. Utána meg hazaviszünk, és kiteszünk a falra. Egy olyan helyre, ahol illik lennie. Jó lesz ez. Gyerekeink nézzenek meg, hogy mi ezzel foglalkoztunk, és ők is foglalkozzanak majd vele. A többség hitében szeretne megerősítést, de számtalanok inspirálja a tábor résztvevőit. Van, aki nyugalomra vágyik, van, aki egy újabb technikát akar megtanulni, van, aki arra vágyik, hogy ezekkel a gyönyörű szép ikonokkal megajándékozhassa a családját, hiszen ezek felszentelt értékes ikonok, és elkezdik a működésüket abban a pillanatban, hogy kitesszük őket a falra, vagy a megfelelő helyre. Van, akit a barátja, ismerőse hívott el, de a lényeg, hogy mindenki nagy örömmel és szeretettel tudja készíteni ezeket az ikonokat. Korábban csak a szerzetesek festettek ikonokat, melyek mély imádságból születtek. Az ikonok célja Isten és a szentek tiszteletének tudatosítása, valamint az ábrázolt személy és a szent kép előtt imádkozó személy közötti kapcsolatteremtés. Az ember nem más, mint Isten ikonja. Ha Isten ikonja vagyunk, akkor akarjuk magunkat egy kicsit az Istenbe elmélyíteni, keressük azt a miértet, hogy miért is vagyunk Isten ikonja, és az ikon festészeten egy bizonyos lelki oldalról
választ is kap az ikonfestő. Mert amikor keresem önmagamat és megfestem a fatáblára a választott szentet, akkor kicsit azonosulok azzal, amit mi kaptunk a teremtésben az Istentől. Tehát minden ikonfestő egy picit önmagára is akar találni, azáltal, hogy Istenhez közelebb akar jutni a vizualitás által. Az ikonfestés úgy lelki, mint materiális előkészületet is igényel. Hitben és imában készül el az úgynevezett képmás. Érdekes dolog, lelki, isteni, és ez nagyon tetszik. Mert ugye pont itt kiteszünk a lelkünket, és megnyugszunk, és nem tudom, valahogy több hit is van bennünk, ha ezzel foglalkozunk. Az alkotás lelki folyamatai mellett az ikonfestészet szigorú dogmatikáját is szem előtt kell tartani az alkotóknak. Hogy olvassuk a Szentírást, mint kanonikus, ugyanúgy nem változik és ugyanazt. Az ikonfestészetnek is van egy bizonyos szabálya, amely kimondja, hogy bátran ábrázold a Szentet, de az alapján, ami alapján az egyház elfogadta, mint Szentet. És ezért is könnyebb, és jobb is, és nehezebb is az ikonfestészet. A fára rajzolt vagy karcolt kép kifestése rétegezve készül. Orosz vagy éppen a bizánci ikonművészetnél is tojástemperát alkalmaztak, és mi is használjuk ezt, nem porfestékkel, hanem előre elkészített tubusos temperával, de a tojástemperát használjuk, hogy a tojás sárgáját feloldjuk vízzel, egy kicsit ecetet tetszünk bele, és ezzel az oldattal lekenjük a festendő felületet. Erre viszik fel több rétegben a tempera festéket, hiszen az arcok, formák általában 4-5 réteg felfestése után rajzolódnak ki. A színek sötétebb árnyalataiból a világosabb színek felé haladva hívja elő az ikoníró a fényt, mely a kép készítésének egyik utolsó fázisa. A szentek dicsőségét, igazi fényességét azonban az aranyozással fejezik ki. Glória, hogy a háttérre egy sellakot teszünk, ami lezárja a védő réteget, és arra fölragasztjuk a mixtion ragasztó anyagot, és az egy bizonyos 10-15 perc a száradás után ráhelyezzük az aranylapot, és az rátapad, ráragad, és azt beseperjük szépen, és a beseprés után pedig újra lelakkozzuk sellakkal. Az aranyozás különböző változatai és a számos különleges technika egy titokzatos művészeti ágba kalauzolja el a képkészítőjét. Egy szerelemmé vált, mert az a jó érzés, ami az ikonfestés közben átjárja az embert, Azt újra és újra meg akarja élni az ember. Szeretet, alázatos alkotó munka, lelki megtisztulás és a hitben való elmélyülés mind olyan okok, amért a résztvevők a kolostorba látogatnak. Az alkotók az egyhetes tábort követően péntek este 6 órakor tárlat keretében mutatják be az elkészült kegytárgyakat. Azt gondolhatnánk, a gázszivárgásból eredő tűzesetek kifejezetten télen fordulhatnak elő, pedig folyamatos vészhelyzetet jelentenek. Erről és a nyári tűzgyújtási tilalomról is beszélgettünk stúdiónkban Kósi Zsolttal, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy a beszélgetés végén két kérdésre válaszolva professzionális füstérzékelőt nyerhetnek nézőink. Köszöntöm kedves nézőinket a Hévízi Televízió Háttér című műsorában. Egy most már azt kell mondjam, rendszeressé váló beszélgetés szem és fültanúi lehetnek az Alamegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője Kósi Zsolt hadnagy a vendégünk. Tájékoztatást várunk tőle az aktualitásokról, és egy nagyon szomorú aktualitással vagyunk kénytelenek kezdeni ezt a beszélgetést. Ismét lakástűz volt Hévízen, méghozzá halálos kimenetelő. Így van, ugye ez még februárban történt, de valóban a napokban volt egy lakástűz, és nem sokon múlott, hogy halálos legyen. Ugyanis egy mosogatógép gyulladt ki egy lakásban, egy társasházban itt Hévízen, és 3 embert, illetve egy kutyát kellett kimenekíteni a keszthelyi hivatásos tűzoltóknak. Ami azért nem volt egyszerű, ugye, mivel emeleti lakásról volt szó, ugye sokat kellett, minden ajtót meg kellett nézni, hol vannak az emberek,
egy idős hölgyet sikerült lélegeztető maszkkal kihozni, illetve két fiatalt, egy férfit és egy nőt, valamint az ő kutyájukat. Abban a lakásban, ami érintett volt, hál' Istennek nem tartózkodott senki. Ugyanakkor ez is felhívja arra a problémakörre a figyelmet, amit nagyon sokszor hangsúlyozunk, és nagyon szeretnénk is továbbra is elmondani, hogy ezeknek a lakásoknak, ingatlanoknak a biztosítása az egy dolog, viszont a saját emberi életünk és ingóságunk megmentése az egy másik. És erre vannak olyan eszközök, például egy füstérzékelő, ami ideje korán tud jelezni, és felhívhatja a bajt. Ha éppen nem tartózkodunk otthon, de valaki ott a szomszédban meghallja, az már egy olyan pont, amikor elindulhat egy telefonhívás a 112-es segélyhívószámon, és nyilvánvalóan akkor a tűzoltók meg tudnak menteni értékeket, még többet, mint mondjuk akkor, hogyha nincs a lakásban, és már későn van észlelve egy lakástűz. Úgyhogy én mindenképpen felhívnám a figyelmet arra, hogy egy ilyen eszköz az valóban azért életmentő, ezért is hívjuk életmentő eszköznek, mert bizony-bizony van olyan helyzet is, volt is már Zalában, és az éppen nem is olyan messze innen Cserszegtomajon, hogy ez a készülék ideje korán jelzett, és a tűzoltók időben ki tudtak érni, és nem lett tragédia a vége annak az esetnek. Furcsa a dolog, mert az ember azt hinné, hogy egy szénmonoxid érzékelőnek, egy füstérzékelőnek igazi szerepe télen van, hiszen akkor fűtünk, akkor megy a nem tudom én mi, egy kicsit többet főzünk a gázon, most pedig nyár van. Így van, hát igazából az aktualitása magának a nyárnak az ugye inkább a szénmonoxid, hiszen kevesen tudják azt, hogy gyakorlatilag ez a mérgező gáz az egész évben veszélyt jelent. Ugyanis ilyenkor nyáron is használunk vízmelegítőket a fürdőszobákban, a kazánok nyilván működnek, nyilván nem a hőség ellen még több meleget készítve, hanem más célokból, és bizony-bizony ezek az eszközök ugyanúgy veszélyt jelentenek, hiszen kevesen tudják azt, hogy bizony-bizony van egy úgynevezett légdugó jelenség. Ez a légdugó jelenség ez azt jelenti, hogy amikor egy kémény nyáron ugye felhevült állapotba kerül kívülről, addig a belseje az bizony hideg. És amikor ez a hideg és a meleg levegő találkozik, ott egy légdugó nevű jelenség keletkezik, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azokat a gázokat, amik ugye kimennének az ingatlanból, azokat nem engedi kimenni, és ezek nyilvánvalóan visszaáramolnak. Ugye ebben az esetben szoktuk azt kérni, hogy amellett, hogy van egy füstérzékelőnk, amellett egy CO érzékelő is legyen, hiszen ez a szénmonoxid érzékelő gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy idejekorán, jóval idejekorán jelez, amikor probléma van. Erre tudok említeni egy esetet, a héten Nagykanizsán egy lakás pincéjében, egy társaság pincéjében, nyitott ablak mellett mértek a tűzoltók, eleinte csak kismértékben, egy nem működő kazán mellett kimutatták ugye a szénmonoxid jelenlétét, majd amikor beüzemelt ez a kazán, utána már rettentő magas értéket mértek, és képzeljük azt el, hogyha ez a készülék nem jelzett volna, akkor mondjuk oda abba a pincébe működés közben valaki lemegy, az nyilvánvalóan egy eszméletvesztéssel és ne adj Isten halállal is jár. Tehát ezért is kérjük, hogy mindenképpen a szénmonoxid érzékelőt használják, és valóban ilyenkor nyáron azt mondhatnánk, hogy a füstérzékelőre ugyan mi szükségünk van. De sajnos az elmúlt hetekben is emelkedő tendenciát mutatnak a lakástüzek, ugye nagyjából a megyében 3-4 naponta kigyullad egy lakás. Ugye az említett hévízi eseten kívül Nemespátron, Zalaegerszegen, illetve több helyszínen is volt az elmúlt hetekben, például Vonyarszvashegyen is lakástűz. Ezek egyikében sem volt ilyen füstérzékelő. És általában az a tendencia, hogy most már szénmonoxid érzékelővel úgy nézzük, hogy rendelkeznek a társasházak, illetve maguk a családi házak is. Nagyon sok helyen van, ennek nagyon örülünk. Viszont a füstérzékelő az még egy kicsit olyan dolog, ami nem annyira elterjedt. Pedig ez a készülék valóban életét menthet, ugyancsak mind a párja. És hogy mondjam még azt is el, hogy manapság már lehet kapni olyan érzékelőket is, ami egyszerre szénmonoxid és füstérzékelő is. Hát a terjedésben egy picikét segítünk, már a magunk lehetőségeihez mérten, hiszen az Alamegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság felajánlásából egy füstérzékelőt beszélgetésünk végén egy játék keretében ki tudunk sorsolni nézőinknek. Viszont ha már szóba került a tél és a nyár közötti veszélyek különbsége, beszéljünk arról, hogy itt a nyár, és életbe lépett bizony a tűzgyújtási tilalom. Így van, ugye július 2-a éjfél óta nem lehet az országban sehol sem tüzet gyújtani, az erdők, fásítások 200 méteres körzetében, tehát magukban ugye nyilván a kijelölt tűzrakó helyeken sem, illetve nagyon kérjük a lakosokat itt akár Hévízen, de az egész megyében, hogy az ilyenkor kerti munkákból felhalmozódott hulladékot se égessék el, és mindenképpen tájékozódjanak a hatályban lévő önkormányzati rendeletekről.
mert van olyan helyzet és szituáció, amikor ugye engedi akár bármikor az égetést a rendelet, viszont tűzgyújtási tilalom, így van, az önkormányzati rendelet, viszont a tűzgyújtási tilalom esetén elképzelhető, hogy ezt nem engedi. Tehát nagyon-nagyon kérjük az embereket, hogy ezt halasszák el, amikor feloldódik majd ez a tilalom. Akkor utána szintén ismerkedjenek meg ezzel a rendelettel, és csak utána kezdjenek bele a kerti hulladék égetésébe adott napokon, adott időszakban. Az alában most már lassan a 170-et súrolja a szabadtéri tüzek száma, nagyjából olyan 650-660 hektár vált már a lángok martalékává, és nem is olyan messze innen sajnos, ennek is volt már szabadtéri tűznek áldozata, méghozzá egy NSD-ásom, ahol egy kerti égetésből elterjedt lángok mentek át egy erdőbe, és sajnos egy idős ember életét vesztette. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon komolyan kell venni ezeket az intelmeket, és tényleg, hogyha tehetjük, akkor inkább komposztáljunk, oldjuk meg valahogy máshogyan, hogy ezeket a hulladékokat eljutassuk a megfelelő helyére. Ugye alapvető esetben is növényi hulladékot csak akkor égethetnénk, amikor, hogyha tudjuk, hogy annak a növénynek, amit levágtunk, valamilyen betegsége van. Ugye célból nyilván belterületi égetés ez lehet. De külterületen nyilvánvalóan egy 5 napos bejelentési határidő van, amit az Alamegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz kell jelezni. De természetesen most, hogy tűzgyújtási tilalom van, ugye megszokottak ezek a tarló égetések, ezeket sem szabad elvégezni. Hiába vannak itt most ugye ezek a mezőgazdasági munkák. És természetesen továbbra is kérjük a mezőgazdasági munkában résztvevőket, hogy nagyon ügyeljenek a gépeikre, nagyon ügyeljenek arra, hogy tartsák be a szabályokat ezeken a gabonatarlókon, vagy éppen kukoricatarlókban, vagy más növényeknél. Hiszen sajnos alig, hogy megkezdődött az aratási munka, már 4 kombájn, illetve traktor égett ki, ezekből egy pár helyszínen, például Nagykanizsán átterjedt ugye a gabonára is, a tarlóra is több mint 10 hektár égett le, és valószínűleg sajnos ebben az időszakban nem ez volt az utolsó, de hogy ez legyen az utolsó, azért nagyon sokat tehetnek nyilvánvalóan a kedves nézők is, hogyha megfogadják azokat a tanácsokat, tehát hogy ilyenkor nem szabad gyújtani, és arra is figyeljünk, menjenek azok a gépek megfelelő műszaki állapotban a gabonatáblákra, illetve nyilván a más haszon növényeknek a tábláira, illetve természetesen arra is figyeljünk, hogy ilyenkor dohányzás ne legyen földeken. Pillanatok alatt nem hiszik el az emberek egyébként, de gyakorlatilag egy eldobott cigaretta csikk is pillanatokon belül hatalmas lángokat tehet. És nyilvánvalóan még egy szegmense van ennek a tűzgyújtási tilalomnak, az például az, hogy aki túrázik, ugye ilyenkor, amikor jó meleg van, azért szeretünk egy hűvös völgyben vagy erdőben sétálni. Ugye, ahogy mondtam, itt tilos a tűzrakó helyeken is tüzet rakni, és ne szemeteljenek. Mi arra kérjük a túrázókat, hogy nagyon ügyeljenek arra, hogy üvegeket, fémeket ne dobáljanak el. Ugye nem is olyan régen 100 hektárnyi erdő égett le a Bükkben. Talán hallhatták a kedves nézők is a hírekben. Én azt gondolom, hogy Zalában most már 2 éve nem volt erdőtűz, és hogy ne is legyen, azért most már az elmúlt időszakban figyelnek az emberek, de nem árt többször elmondani azt, hogy ne szemeteljünk, hiszen akár egy napsugár megérinti az üveget, meggyújtja a száraz zajnövényzetet, abból bizony komoly problémák lehetnek. Egy nagyon picikét kanyarodjunk vissza a tűzgyújtási tilalomra. Nem tudom, azt jól értelmezem-e a szavaiból, hogy adott esetben a központi rendeletek és az önkormányzati szabályozás között ellentmondás feszülhet? Igazából, amikor tűzgyújtási tilalom van, akkor országosan, elviekben sehol sem lehetne meggyújtani. De nyilvánvalóan akadnak olyan települések, ahol nyilván az önkormányzati rendelet engedélyezi. De mi azt tudjuk is, hogy nagyon-nagyon sok helyen sőt, szinte kivétel. Ilyenkor? Igazából az önkormányzati rendelethez kell igazodni minden egyes esetben, mikor mi szabadtéri égetést hajtanánk végre. Ugye most változnak a szabályok, nagyon sok minden lóg a levegőben, de annyi biztos, hogy a támpontunk az az önkormányzati rendelet. Az önkormányzati rendelet megengedi, hogy adott napon, adott időszakban égessünk, ha is, ha nincs ott az az áradék, hogy természetesen tűzgyújtási tilalomban ezt nem lehet megtenni, vagy meg lehet tenni, akkor természetesen ezt ennek utána kell járni, és minden ott van leírva. Egyébként a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról el lehet érni azokat a helyszíneket, ahol hogyan, merre lehet tüzet gyújtani, de nyilvánvalóan egy telefont megereszteni inkább jobb, mint az, hogy felgyújtsuk a saját házunkat, a kertünket, vagy esetleg egy nagyobb kiterjedésű területet. Alapvető érdekünk, tehát, hogy még mielőtt üptre meggyújtanánk az összegyúlt
kaszálékot tájékozódjunk, hogy tehetjük-e, vagy nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Önöknek pedig sok sikert kívánok a játék megfejtéséhez, aminek a díja az Zala megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság felajánlásából egy értékes, de főleg nagyon hasznos füstérzékelő. Műsorunk további részében rovatainkat láthatják. Elsőként programokat ajánlunk hétvégére és a következő hétre, majd ifjú tehetséggel ismerkedhetnek meg Talentum pódiumunkban. Mostanában gyakrabban esik, így hasznos lehet könyvajánlónk. Műsorunkat pedig a Balasport magazinjával zárjuk. A folytatás előtt azonban munkatársaim nevében is elköszönök Önöktől. Köszönöm, hogy együtt lehettünk. A Festetics Művelődési Központ szervezésében július 7-én 17 órakor nyílik a Kárpát-medence térképeken 1574-től a 20. századig című kiállítás Hévízen a Belvárosi Múzeumban. A megnyitón közreműködik a Muzika Antiqua együttes. A tárlat július 8-a és augusztus 10-e közt a múzeum nyitvatartási idejében tekinthető meg. 15-én Séta címmel ismét pantomim performance várja vendégeit a Hévízi Véderdőben az Erdei Misztérium elnevezésű programsorozat keretében. Naponta több alkalommal érdemes a Hévízi Véderdőbe látogatnia a művészet kedvelő közönségnek. A programról részletes információk a Hévízi Turinform irodában kérhetők. Csalók, szélhámosok, tolvajok és zsebmetszők címmel könyvbemutatóval egybekötött előadásra várnak mindenkit a Hévízi Városi Könyvtárban. A dr. Kovács Gyula a nyugalmazott rendőr alezredes tollából származó 19. századi detektív történetekkel július 13-án szerdán 17 órától ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Sörsétány nyílik Hévízen július 2. hétvégéjén. A négynapos programsorozat keretében számos sörfőzde képviselteti magát. A gasztronómiai kínálat mellett kézműves vásárral, helyi és neves előadók könnyűzenei koncertjeivel, játszóházzal, gyermekprogramokkal várják a látogatókat július 14-e és 16-a között a Moll Károly téren, Hévízen. Hévízen szerdánként templomtúrára várják az érdeklődőket. A kirándulás keretében a fürdőváros valamennyi templomát és a kálváriát is megismerhetik, akik részt vesznek a szerdai kirándulásokon. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges, további információkat pedig a www.hevizitúrák.hu oldalon találnak. Megnyílt az Igaz volt ám egy vállósi summás asszony története című interaktív kiállítás Keszthelyen a Balaton Múzeumban. A kiállításon a summások történetével, tárgykultúrájával és a népmesék birodalmával ismerkedhetnek meg a látogatók.
Kányádi Sándor, vannak vidékek, részletek. Vannak vidékek, ahol az ének kiment a szokásból. Ha van is élet, azt hihetnénk, mindenki gyászol. Pedig csak védett helyen az ének, valahol mélyen szunnyad a lélek, legjobban féltett gyönge csücskében. Vannak vidékek, ahol a népek, csöndben az ágak, jelekkel élnek, beszélni félnek, viharra várnak. Vannak vidékek, ahol a szerelem, akár a harmat az árnyékos helyen. Tavasztól őszig őrizgeti magát, szerény hasonlat, de illik rám, sterád. Félszeg is, mint az iménti aszonánc, de időt jelző, mint arconkon a ránc. Vannak vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradnunk, ha kezemben a kezed. És a viseltes szónak is hamba van, ha fél árnyékban, s ha nem is boldogan. Száríthat szél, és süthet hevet a nap, míg a harmadból egy csöpnyi megmarad. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édessé ízesül. Vannak vidékek legbelül, szavak sarjadnak rétjein, gyopárként sziklás bércei szavak kapaszkodnak, szavak véremmel rokon a patak, szívemben csörgedes csobog, télen, hogy védjem, befagyok. Páncélom alatt cincogat jeget pengető hangokat. Tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim s őseim, vannak vidékek, viselem akár a bört a testemen. Meggyötörten is gyönyörű tájak, ahol a keserű számon édessé ízesül. Vannak vidékek legbelül. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, itt vagyunk a Vévízi Városi Könyvtárban, és heti könyvajánlónk következik. Első körben ugye Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából az országgyűlés a 2022-es és 23-as évet emlékévé nyilvánította, és ebből az alkalomból kaptunk egy könyvcsomagot, amelynek részét képezte az Osiris kiadó 2022-ben megjelent kötete, Osztovics Szabolcs, Sors, nyisd nekem tért, Petőfi Sándor életének krónikája. Szerzőtől egy ajánlás. Az volt a fő célom, hogy legendák nélkül okiratok, kortársi visszaemlékezések és szakirodalmi munkák alapján rekonstruáljam Petőfi Sándor életét és munkásságát. A kötet nem akarja módosítani a nemzettudatban élő Petőfi képet, sem mítoszépítő, sem mítoszromboló szándék tehát nem vezetett. Az első rész Petőfi életének krónikája, több ezer oldalas jól ismert vagy már-már elfeledett, sokszor egymásnak ellentmondó emlékezéseket kiigazítva idézi fel Petőfi Sándor életének eseményeit. Az évekre, hónapokra, napokra lebontott adatok azt mutatják be, hogy a 26 és fél év nem csak a haza belakásához volt elegendő, hanem az irodalom és a történelem színpadára lépéséhez, az országos ismertséghez is. A második fejezet 217 rövid portrét vázol fel azokról a személyekről, akik Petőfi Sándor életében fontos, illetve említésre méltó szerepet játszottak. Családtagok, rokonok, diáktársak, tanárok, múzsák, szerelmek, katonák, színészek, költők, írók, politikusok, könyvkiadók, cenzorok szerepelnek itt. A kötet harmadik nagy egysége a művek elsőként a Petőfi Sándor életében megjelent köteteket veszi górcső alá. Az összeállítás nem csak a kiadványokat írja le, hanem számba veszi ezek beharangozását. A különböző napilapokban, folyóiratokban megjelent recenziókat, a művek körüli sajtóvitákat is.
Következő kötet egy ifjúsági fantazi, az Aranyfakasztók, Hayley Chevins regénye. Ez is újdonság. Történet röviden. Egy titokzatos város, különös viharok által tépázott szigetén, a 12 éves Delfernia egész eddig életét az aranyfakasztó lányok kolostorában töltötte, a tengertől és az égtől elzárva. A lányok dolga, hogy amíg odakint a gazdák muzsikálnak, ők bent némán aranyjá változtassák a zenét. Delfernia azonban nem képes erre. Amit ő tud, drágább az aranynál. A hangokból új életet teremt. Ám ezt a képességét a kolostorban el kell titkolnia. Minden vágya, hogy maga mögött hagyja az otthonnak nevezett börtönt, és végre szabad legyen. Egy nap esélyt kap, hogy kijusson, de az ismeretlen veszélyeket tartogat számára. De miközben próbálja megtalálni a helyét, a sziget vészjósló gondnoka, meg a titokzatos királynő gyermek fenyegetésével találja szemben magát. De segítségére lesz egy titokzatos királyfi és egy lázadó lány. Segítségükkel nem csak megízlelheti a szabadságot és kibontakoztathatja a tehetségét, de olyan dolgokat is megtud a múltjáról, amelyek mindent megváltoztatnak. De vajon megtalálja azt, amire igazán vágyik? Tehát fiatal olvasók számára ajánlott, és szintén egy ilyen, hát, ifjúsági fantazi, Vihar és fájdalom szigetei, a Vipera, Bex Hogan kötete. Történet röviden. A 17 éves Marian sorsa, hogy egy napon ő legyen a Vipera, a 12 sziget védelmezője. A jelenlegi Vipera azonban az útjában áll. A romlott és kegyetlen férfi egy hadihajóval portyázik a tengeren, és büntetlenül gyilkol, fájdalmat és szenvedést hagyva maga után. Kétségtelenül ő a legveszedelmesebb férfi az egész óceánon, és egyben Marian apja. A lány a szigetek védelmezőjének született, betöltheti ezt a szerepet, még akkor is, ha emiatt elveszti a családját, az otthonát, a szerelmét, és talán az életét is. Egy bátor és erős hősnő, egy feloldhatatlan dilemma, egy nagyszerű új fantazi trilógia, amely a tengeren játszódik. Ez a három kötet jutott most erre a hétre, következő héten is várom önöket, köszönöm a figyelmüket. Balaton Klasszik jó helyen van, vélik a szervezők. Nem csak térben, hiszen a Balaton jó hely, hanem időben is. És nem csak naptár szerint, hanem időjárás tekintetében is. Ha valami térben és időben jó helyen van, akkor valószínű, hogy aki ott van, szintén jó helyen van. Ezt 2022-ben is sokan így érezték, hiszen rekordszámú nevezést adtak le a versenyzők, ezért a szükséges 120-as limitet 140-re kellett emelni. Ugye ez a 15. alkalommal megrendezett Balaton Klasszik, és hát igyekeztünk mi szervezők kitenni magunkért, és nem csak mi tettünk ki magunkért, hanem a versenyzők is, hát parádés az az autó felvonulás, amivel érkeztek. 7 éve támogatja a rendezvényt a Mercedes-Benz Siófok. Ugyanúgy indítjuk a szervizautónkat a mezőny után, hogyha valakinek bármilyen problémája van menet közben, akár műszaki, akár technikai segítségnyújtásra van szüksége, akkor ezt mi meg tudjuk oldani. Remélhetőleg a helyszínen is nem lesz belőle olyan problémája, hogy nem tudja folytatni a versenyt, vagy nem tudja befejezni. Ez mindenképpen egy fontos esemény. De egyértelműen a jó hangulat miatt csináljuk az egészet, mert most már 7 éve ugyanúgy teljesen jó. Igazából nem volt kérdés, hogy mi ebbe belefogunk és hozzácsapjuk magunkat. Technikai háttérrel meg el tudjuk látni őket, ez meg kifejezetten jó érzés, mert így gyakorlatilag tudjuk őket olyan szinten támogatni, hogy nekik ezzel nem kell foglalkozniuk. Az autó működik, megy, ő jól érzi magát, végigjárja a versenyt, megcsinálja a prológot, megvannak a szintideje is, nem kell mással gondolkodniuk.
Ahogy már megszokhattuk, az idén is volt prológ, azaz előfutam, mely Siófokról rajtolt június 3-án pénteken. Már itt is számos autócsodával találkozhattak az érdeklődők. Én kaptam 50. szülinapomra ezt az autót a családtól, illetve magamtól. Először vagyunk ezen a versenyen. 2020-ban vásároltuk ezt az autót, 2021-ben érkezett meg Amerikából. Ez inkább egy picit hot rod, mint valójában ez egy 1949-es Chevrolet pickup. 5700-os V8-as motorral van szerelve. A gyári motort annak idején 3009-es 6-hengeres soros motorral szerelték, ezért van az, hogy egy picit átalakított ez a járgány, ezért is különleges. Nem is nagyon sokat lehet belőle látni Magyarországon egyébként. Úgyhogy először vagyunk a versenyen. Ő hétköznapi autó, 70 éves Franciaországból jött első tulajdonostól. Egy ilyen kis ütött kopott, de öreg lánynak hívjuk. Megvan a kis kendőnk, és teszi a dolgát. Ezen a versenyen még nem voltunk, jól érezzük magunkat. Ezt az autót mindenki a Visszajövőbe című filmből ismeri. Anélkül, a film nélkül ez az autó a autós történelmnek egy érdekes, de tökéletesen ismeretlen színfoltja lenne. Természetesen én is a filmből ismertem meg, hogy létezik, de aztán úgy alakult, hogy én nem amiatt vettem meg, hanem az autónak az egyéb koncepciója volt az, ami engem aztán megragadott. Igazából elég nagy a nyomás, mert ugye itt időre kell menni, és pont egy időgéppel ezt elrontani, az nagyon égő lesz, de sajnos érik. Csak hétvégi autó, és 14 éve vettem New Yorkból eBay-en. Rettentő korai az autó, 54-es, 55-ös a papírja. Amerikában volt először, oda vitték, utána átkerült Európába, Angliába, Franciaországba, és utána hozzám. Nálam van 12 éve. Először jöttem ide 2006-ban, ilyen Porsche-val. Van otthon még ilyen Porsche, de az kupé, nem ilyen roadster. Minden 1/100-as versenyre elmegyünk, az összesre, Magyarországon, külföldön is. Jó a társaság. Veterán autós versenyben olyan sok fajta van, de maga a verseny, ez 1/100, ez verseny. Többi a szépségverseny, stb. Ez nem olyan izgalmas. Ez izgalmas. Itt van kihívás, teljesíteni kell távot, stopperek, métermérő, jó társaság, jó idő, jó ételek. Ezzel a kocsival nem tudok olyan jól menni szerintem még. A kupékkal, mert szoktunk menni, avval jókat szoktunk menni. 12-ben megnyertük az egész országosat. Utána második, harmadik, negyedik. Jelenleg látja, hogy 4-es volt, ez azt jelenti, hogy tavaly az egész versenysorozatban a negyedik helyen végeztünk. Itt egész évben 4-es fogunk kapni. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, tizenöt, tizenhat, tizennyolc. A prológ a déli part után az északi partra érkezett. A résztvevők a Szántódrévnél várakoztak az átkelésre. Kompal érkeztek Tihanyba, majd Balatonfüredre. Szombaton a verseny Balatonfüredről a Sundance Parkból rajtolt.
Gyakorlatilag ilyen családi darab, 1963 óta van a család és a családi barátok tulajdonában az autó, most egy 5 éve mi gyötörjük ezt a gépjárművet, és hát természetesen a veterán autózás az nagy szerelem, több is van, és most úgy gondoltuk, hogy a legöregebben, ugye ez 1933-as Ford típusú gépjármű, hogy ebben jövünk erre a versenyre, azt hallottam, hogy a harmadik legöregebb autó a versenyen, ugye 180 autó indul, hát nekünk ez nagyon fontos lenne, hogy egyáltalán végigérjünk vele, hiszen azért ez egy közel 100 éves gépjármű. A verseny az gótikus túlzás lenne, arra gondoltunk, hogy A-ból B-be eljutunk vele, és mivel nekünk is ez az első, valószínűleg az autónak is 100 év alatt ez az első, ezért a legfontosabb cél, hogy végigérjünk, és egy nagyon jó hangulatú versenyt várunk tőle. Felsorolni is nehéz azokat a helyeket, ahol megfordult a mezőn. Alsóörsön pecsételési pont Zánkán időellenőrző állomás volt. A szavak helyett beszéljenek a képek. A versenyzők a nap során a gyönyörű panoráma élvezete mellett komoly harcot vívtak a 100 másodpercekért. Már délben nagyon meleg volt, mégis hévízen hatalmas tömeg várta az autókat, amelyeket közelről is megtekinthettek az érdeklődők. A versenyzőket epét elvárták a Hotel Európa Fitben. Ugye idén 15. alkalommal kerül megrendezésre ez az Oldtimer Superkupa, és mi nagyon örülünk, hogy a mezőnek az egyik megállóhelye Hévízvárosa lett, és ami különösen fontos számunkra, hogy amíg a ide látogató vendégek az autócsodákat megnézhetik kint a városban, addig a versenyzők pedig nálunk ebédelhetnek, és megmutathatjuk nekik ezt a megújult szállodát. Az elmúlt években nagyon sok ötletet sikerült megvalósítani, és a szállodának az összes szobáját megújítottuk. Emellett pedig a gyógyászatunk és a kertünk is egy új arcot vehetett fel, úgyhogy ezt nagyon nagy örömmel mutatjuk meg az ide látogató vendégeknek. A délutáni megmérettetés a Le Mani 1/100 szakasszal vette kezdetét. A dubai Endrődi Kastélyparkban végrehajtott feladatok után a Papasz autó egy piknikuzsonával várta a résztvevőket, ahol kiállításra került az új SL is. Késő délután a Tagore sétányon már óriási tömeg várta a Balaton Klasszik autóit. Bejártunk 270 kilométeren keresztül, gyakorlatilag Balatonfürettől Hévízen át, Dubáig ezt a nagy háromszöget, rengeteg feladattal, és hát különböző trükköket is bevetettünk, hiszen minden évben kitalálunk akkor valamit. Nagyon boldog vagyok attól, hogy egy ilyen nagyon klassz szervező csapattal tudok együtt dolgozni. Természetesen ezt nem én egyedül csinálom, egy hatalmas nagy háttércsapat dolgozik ezen. A versenyzők ugye jól érezve magukat, már tulajdonképpen a jövő évi versenyt szeretnék regisztrálni, hiszen ugye idén is 5 nap alatt betelt a verseny. Úgyhogy hát mit tudok mondani, annyi minden történt, fel se tudom sorolni. Bízom benne, hogy magának a rendezvénynek szól ez a hatalmas érdeklődés. A promóciókat természetesen megtettük, a Tagore sétány fullon mindenkivel, az összes helyszín fullon mindenkivel, és hát mostan láthatják, hogy a Balaton Klasszik mezőnye tulajdonképpen milyen autókból állnak. A Sundance Parkban pedig sorra érkeztek a befutók. Szakaszokat nem csináltuk túl jól, de különben ez nagyon jó élmény volt. Másodszorra jöttünk, de egy Lotus Elan, szerintem most lett 30 éves, és igen, igazából az övé.
most kapta meg a jobbsiát tegnap, szóval lassan majd jövőre szerintem ő fog kezdeni vezetni. Körülbelül harmadik alkalommal vagyunk itt ezen a Balaton Klasszikon, és most már szuper kategóriában nyomulunk, ami már így azt mondható, hogy nem teljesen kezdőként jövünk. Nagyon élvezzük, ez az idei év egy kicsit most meg lett fűszerezve olyan feladatokkal, amik számunkra újak voltak, úgyhogy nagy volt az izgalom, de rendkívül jól össze tudunk zörrenni, aztán nagyon ki tudunk békülni, és összességében meg baromi jó. Ez egy ilyen 10 éve indult történet, amikor is a férjem megálmodta, hogy neki Bobby Mercie lesz, és akkor itt kezdődött egy ilyen abszolút, egy ilyen vágyálommal, és akkor utána szépen lassan belásta magát a témába, és azóta már nem első autóként jövünk ilyen, hát 107-essel szoktunk általában ilyen. Voltunk már, szerintem ez a tizedik körülbelül, és hát az, hogy gyönyörű tájon lehet autózni, szép autók között, Balaton. Egy Simca 8 Sport Farina Cabrióval, ez egy 51-es gyártású autó, amivel azért úgy elég harcos egy ilyen hosszú utat végig autózni, de nagyon élveztük. Most navigált először nekem a lányom, nagyon-nagyon ügyes volt, úgyhogy szuper élmény volt mindkettőnknek. Igazából annyira nem volt nehéz. Na, otthon azért nagyon jól átbeszéltünk, mindig előtte ugye megálltunk és átbeszéltük. Azt kellett nagyon figyelni, hogy hogyan kell visszafelé számolni, hogy jó időre érjünk be. Erre még nem nagyon jártam, de nagyon-nagyon szép volt, nagyon szép leventulamezőket láttunk meg mindent, meg a Balaton is nagyon-nagyon szép volt, és a legjobb élmény talán az volt, amikor egy ilyen igazán jó szakaszt megcsináltunk. A 100-as rajtszámmal autózott Erdélyi Zoltán és Erdélyi Csilla, akik az Oldtimer Szuperkupa örökös bajnokai. Igazából itt a szórakozás volt és a jó társaság. Az útvonal az fantasztikus volt, a rendezvény az nagyon jó volt, úgyhogy mi nagyon jól éreztük magunkat. Rendezőkkel lett egy tulajdonképpen egy örökös bajnoki rajtszám, ami azt jelenti, hogy ha valaki a szuperkupát megnyeri minimum 3-szor, akkor az kap egy dicsőség rajtszámot 100-as, 200-as, 300-as sorba, ahogy megnyeri. Mi egy egész szép 10 évben voltunk túl, amikor 5-ször megnyertük a szuperkupát, és akkor született egy ilyen közös megegyezés a rendezőkkel, hogy a többiek is igazából eredményeket tudjanak elérni. Valójában a barátaink, tehát nekünk is azt mondtuk, hogy ez így egy elismerés is a részünkről, és akkor a többiek is tudnak nyugodtan versenyezni. A Balaton Klasszik népszerűségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a legtöbb támogató versenyzőként is kipróbálja magát. Egy autótárolót nyitottunk, aminek az a lényege, hogy az ott tárolt autókat kezeljük is, tehát aki elmegy hétvégén, összekoszolta, visszaáll vasárnap este, másnap reggel, ha már úgy van, akkor teljesen tiszta, karbantartott autóval indulhat el. Ez a lényege a vállalkozásnak, 150 darab autót tudunk eltenni. Itt mindig azért a Balatonra vágyik az ember már a teljes tél meg tavasz után, úgyhogy szeretünk itt lenni, és hát az ország egyik legszebb része nyilván a Balaton felvidék, úgyhogy ezért is jövünk szívesen. Hát a versenyzés az nekem kevésbé cél, a feleségem ezért mérgelődik is általában. Ő jobban szeretné, hogyha odafigyelnék rá. Én nekem az, hogy ennyi szép autó között lehetek, nagyon sok embert ismerek már itt a társaság, meg ahogy az imént mondtam, a jó utak, szép utak. Szeretek Magyarországon autózni. Az időn úgy gondoltuk, hogy ez teljesen illik a rádiónak az imidzséhez, a rádiónak az értékrendjébe, és egyébként meg a korábbi fotókat, meg összefüggőket is, amit láttam, ezeken mind tetszett, úgyhogy azt gondoltuk, hogy nagyon-nagyon megjött az idő arra, hogy itt legyünk. Nem voltam még ilyen típusú versenyen, nekem ez teljesen új volt, és nagyon-nagyon élveztük. A sofőr barátom is, Kós János is, illetve én is. És csak azt tudom mondani, hogy aki még nem volt ilyenen, és teheti, és van egy szép régi autója, az jön el. Ez úgy verseny, hogy igazából szerintem nem elsőben verseny, tényleg mindenki nyertes. Olyan helyeken autózunk, olyan gyönyörű autókkal, olyan
fantasztikus élmény, annyira el tud varázsolni, mind a többi gépcsoda, mint pedig az, hogy nem, az ember nem tudja, hogy Provence-ban van, Toszkánában van, vagy épp a Balaton felvidéken, egyszerűen káprázatos, óriási élmény mindenkinek. Az esti gálán a szponzorok jóvoltából számos ajándék, érem és serleg került átadásra. A rendezvény sikere 15 éve töretlen. Ez nem csak a csodálatos tájnak és a jó társaságnak köszönhető, hanem a profi szervezésnek is. Az esti díjátadón Péter Bári Zoltán megköszönte segítőinek és támogatóinak munkájukat. Sok támogatást és segítséget kaptam tőletek, Peti, Zoli és Pori, Miki, hogy ezt szeretnénk honorálni. Méghozzá úgy, hogy névre szólóan egy köszönetet készített a Zsolnai gyár számukra. Úgyhogy ezt szeretném átadni neked a kicsinyített vándorkupán. Nagyon szépen. És Kovács Miklós úr, hogy a vitrinben meglegyen. Köszönöm nektek még egyszer, és remélem, hogy így folytatjuk tovább. Szakaszt győztesként a Jazzy Rádió díját Szabóné Pajor Andrea és lánya Szabó Fanni kapta meg. Hosszú, izgalmas, 17 óta vagyunk. Bízunk benne, hogy lányok között valamit elérünk. De izgalmas, az egész nap egy izgalmas. Lehet különböző feladatok másodpercre, ezrelékére teljesíteni. Izgalmas. Mindenképpen az élmény, tehát nem, annyira nem véremenően megyünk. Szeretünk jól teljesíteni, de azért nem mindig sikerül. Jakovics Ádám, Kemenes Csilla összeszokott párosa több díjat is bezsemelt a nap folyamán. A Mercedesben Siófok első szakasz győzteseinek és a tapolcai 1/100-as feladat első helyezésért járó díjak mellett egy gyönyörű zsolnai porcelánnal díjazták azt, hogy 6 alkalommal voltak a Balaton Klasszik abszolút győztesei. A helyzet az az, hogy mi most egy nagyot rontottunk, sokszor nyertük már ezt a versenyt, 6-szor nyertük, talán 2-3-szor másodikok lettünk, az is egy borzasztó rossz érzés, mert ugye a first loser az a második helyzet, de itt mi most egy olyan 20 évre begyakorolt metodikát nem vettünk figyelembe, mivel 3 szarvas hibát csináltunk, emiatt ilyen 10-20 helyen végzünk. Nem, egyébként tényleg fantasztikus nap volt, marha jó feladatok, szerintem a szervezők egy nagyon-nagyon jó túraútvonalat állítottak össze, és ezért ez egy nagy élmény volt így is, úgy is. Ha a Balaton Klasszik, akkor jótékonykodás az esti gálán a szervezők és résztvevők jóvoltából 1 000 000 forint támogatást vehetett át Pataki János, a Hempál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány elnöke. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy idén a Hempál Kórház Fejlesztéséért Alapítványt választották. A gyermekek, a kórház dolgozói az alapítvány nevében köszönjük szépen, gratulálok a győzteseknek, és jó szórakozást kívánok, köszönöm szépen! Az esti gálán részt vett Pásár Nacseri, a Zsolnai gyár tulajdonosa is. Örülök először, hogy itt vagyunk veletek be az eseményből. Hát van egy nagyon jó kedves ismerős, aki szervezi ezt az eseményt. Ő keresett minket, és én az igazság nagyon szívesen mondtam neki, természetesen megcsináljuk. Mivel a Zsolnai ez egy jó magyar termék, illik egy olyan eseményhoz, egy olyan magyar terméket ajánlani a versenyzőknek, ami örök darab és örök emlék marad részére. Hát én szeretem ezek az autókat, sőt, egy-kettő van, néztem kint Svájcban. Hát sajnos idő nem volt, különben majdnem én is indultam volna. Csak hát a legközelebb, még nem tudom. A 2022 Balaton Klasszik abszolút győztesei a szuperkategóriás Szabó Berta és Szabó Barnabás lett. Breaking free now, wherever we go. Whoa, oh, whoa, oh.
ponttal, mindössze 45 legrosszabb, 45-ös legrosszabb szakasz eredményt eldobva, egy szuper kategóriás csapat, odavágott mindenkinek, a 15. Balaton Klasszik abszolút győztesei, Szabó Berta, Szabó Barnabás! A következő Balaton Klasszik 2023. június 3-án kerül megrendezésre, ahova sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők. A részleteket megtalálják a Balaton Klasszik honlapján és Facebook oldalán. A műsort és a sportot támogatta a MAPEI. Együttműködő partnerünk Noaib Kft. Társ az építkezésben. Együttműködő partnerünk a Marcali fürdő. Nálunk a rossz idő is jó idő. Egésznapos családi programok és Európa legnagyobb tűzijátéka a Duna fele. Találkozzunk a Nemzet fővárosában, Budapesten megrendezett 4 napos programsorozaton, és ünnepeljük meg közösen Magyarország születésnapját.